Az Index függetlensége veszélyben van. A szerkesztőség egy hónapja állította át a lap helyzetét jelző online barométert. A főszerkesztő szerint ezért mondtak fel neki. Alapvetően a barométer átállítása miatt történt. A főszerkesztőt elbocsájtó kuratóriumi elnök Bodolai László közleményében azt írta, hogy az Index függetlensége nincs és nem is volt veszélyben. Egyre valószínűbbnek tűnik az, hogy itt egy többfrontos háború zajlik, ahol Bodolai László a kuratórium, az Index mögött álló kuratórium elnöke minden bizonnyal próbál ellenállni valamiféle politikai nyomásnak. Így gondolja Polyák Gábor médiakutató. A politikai nyomás évek óta fenyegeti a lapot, mert a mögötte álló cégeket politikailag is motivált üzletemberek adták-vették az elmúlt években. Az Indexnek 2017 tavaszáig Spéder Zoltán üzletember, az FHB Bank egykori vezetője volt a tulajdonosa. Évekig tartotta magát az a pletyka, hogy elővásárlási jogot szerzett tőle a lapra Simicska Lajos, aki 2015-ig Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségese volt. De ez csak akkor bizonyosodott be, amikor Spéder Zoltán ellen nyomozni kezdett az ügyészség, és több érdekeltségét is eladta. Az Index csak pár napig volt Simicska Lajosnál. Az oligarcha 2015-ben látványosan szakított Orbán Viktorral. 2017-ben már az volt az érdeke, hogy a lap ne kerüljön a Fidesz közelébe. Így átadta egy alapítványnak. Itt van az a rész, amit... Az alapítvány elnöke Bodolai László lett, aki 20 éve volt az Index ügyvédje, és bíztak benne az újságírók. Akkor alakult ki az a bonyolult tulajdonosi szerkezet, amelyben máig működik az Index. Az Index.hu egy alapítvány tulajdonában van, ennek Bodolai László az elnöke. Az alapítvány azonban nem független az őt alapító cégtől, a Nanga Parbat ZRT-től. Ez a cég lecserélheti az alapítvány elnökét és céljait is megváltoztathatja. Ennek a cégnek végső soron Vaszili Miklós és Ziegler Gábor a két tulajdonosa. Az övéké az a cég is, amelyik az Index hirdetéseit szervezi, és az is, amelyik az Indexen megjelenő olyan fontos tartalmakat gyártja, mint a Total Car vagy a Dívány. Vaszili Miklós, aki jelenleg a TV2 elnöke, de korábban az Index, az Origó és az Állami TV vezérigazgatója is volt, tavasszal szerzett tulajdonrészt ezekben a cégekben. Polyák Gábor szerint ez jelenti a politikai fenyegetést. Az Index bevételeit alapvetően egy olyan cég termeli, az Index reklám felületeit egy olyan cég értékesíti, amely teljes egészében a Fideszhez tartozik, és felerészt pedig a Fidesz egyik legfontosabb média szereplőjéhez, Vaszili Miklóshoz. Vaszili érkezése után különböző tanácsadók jelentek meg az Index körül, és a lap átalakításáról kezdtek ötletelni. Ezért érezte magát a szerkesztőség fenyegetve. Egyikük később azt is elmondta, szerinte mit kellene csinálni a nyilvánossághoz forduló főszerkesztővel. Na azt gondolom, hogy ez a főszerkesztő már nem fogja tudni visszaállítani a barométert. Ezért a javaslatom az, hogy az Index válasszol magának egy új főszerkesztőt. A ma eltávolított Dulc Szabolcs helyett új főszerkesztőt nem neveztek ki.